Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzük meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Már a katari világbajnokságra élesíti formáját Hellebrand Máté. Vasárnapi EBL meccseket játszanak a Continental Arénában. Több mint 7 milliárd forintból atlétikai centrum épül Nyíregyházán. Az NB1-ben szerepel a Várda Foci Akadémia U14-es és U15-ös csapata. 40-50 közötti érmet vár a megyei Diásport Egyesület elnöke. Együttműködési megállapodást kötött a Bozsik Akadémia és a Filó Ese. A csapatbajnoki döntőn 5 kilométeres távon elért győzelmével hangolt a katari világbajnokságra Hellebrand Máté. A nyíregyházi gyalogló bízik abban, hogy jól alkalmazkodik majd a dohai körülményekhez. Igazából nagyon örültem neki ennek a versenynek, még akkor is, hogyha nekem ez egy sprint szám, és erre nem készültünk külön, hiszen az elmúlt időszakban csak edzettem, és már egy kicsit már nagyon monoton volt, és ezt szakította félbe igazából ez a verseny, ez az 5 kilométeres csapatbajnokság. Nagyon jól sikerült ahhoz képest, hogy tényleg egy napot nem készültünk rá, majdnem egyéni csúcsot értem el, és egy első helyen sikerült segítenem a csapatot. Egyébként milyen formában érzed magad, mind fizikálisan, mind mentálisan? Nagyon jó formában érzem magam, ez az edzéseken lévő időkből is látszódik. A június, július, augusztus az tényleg nagyon kemény időszak volt, nagyon sok kilométer gyűjtöttünk. Ez most már kicsit lezárult, és a következő 3 hét a világbajnokságig már kicsit más a fajta munkával fog telni, már nem fogunk annyi kilométert menni, viszont kicsit gyorsabb edzések következnek, és majd az utolsó héten, vagy az utolsó pár napban fogunk egy kicsit majd rápihenni a világbajnokságra, és remélem, hogy akkor tudok majd igazán csúcsformába kerülni. Mentálisan meg nagyon erősnek érzem magam. Úgy érzem, hogy ez a nyári folyamatos edzés az nagyon megerősített fejben is. A dohai világbajnokság minden atléta számára egy picit ugrás lesz a sötétbe, hiszen olyan körülmények között versenyeztek majd, amihez nem igazán vagytok hozzászokva. Például az 50 km gyaloglás mezőnye is éjfél 12-kor rajta lehet. Erre készülni, lehet ezt modellezni valamilyen szinten? Nálunk különleges lesz ez a helyzet, mivel nekünk mindig reggel szokott lenni ez a versenyszám. Most meg pont a fordítottja lesz, hogy éjszaka lesz, és ugye ez egy 4 órás verseny, hajnal 4-ig fogunk körülbelül versenyezni. Nem nagyon lehet rá készülni, szóval az, hogy előtte hónapokkal már átálljunk, azt el kell felejteni, az szinte lehetetlen. Maximum előtte 2-3 nappal fogunk majd átállni. Majd a héten fogunk pont beszélni a válogatott orvossal. Szerintem majd ugyanezt fogja mondani, hogy előtte 2-3 nappal majd álljunk át az éjszakai edzésekre, és hát igazából csak ezzel lehet rákészülni. Mi itthon az edzéseket még a megszokott módon szoktuk csinálni, úgyhogy reggel edzünk, és délután is. Este 9-kor meg már ágyban vagyok és alszok. Alapesetben ugye az ember éjfél és hajnal 4 között nem nagyon szokott étkezni, neked viszont szükség lesz majd folyadék és táplálékbevitelre, erre hogy készülsz? Dietetikus segítségével készülünk a versenyen való étkezésre is, ami az egyik legfontosabb, hiszen hiába érkezünk jó formában a versenyre, hogyha elégetek 4000 kalóriát a versenyen, és nem viszek be elegendő tartalékot, akkor egyszerűen elfárad a szervezet, olyan, mintha az autóból kifogyna a benzin, szóval ez nagyon kulcsfontosságú, hogy a verseny közben mit eszünk, mit iszunk, és hogy mikor. Világbajnokság lesz, úgyhogy nagyon fontos a helyezés, viszont legalább annyira fontos az olimpiai szintidő teljesítése is. Eldöntöttél már, hogy melyiket tartod inkább szem előtt? Mind a kettő fontos lenne, és hogyha jó időt mennék, akkor egyben az azt jelenteni, hogy helyezésben is jó helyet tudnék megcsípni, viszont olyan körülmények lesznek, gondolok itt az éjszakai versenyzésre és a klímára is, hogy szinte lehetetlen megjósolni, hogy mi fog történni, főleg helyezésben, hogy ki fog tudni jobban alkalmazkodni majd a körülményekhez. Lehet, hogy a többiek, lehet, hogy én, ez igazából majd ott fog kiderülni. Csütörtökön kezdődött és vasárnap zárul a Continental Arénában az Európai Ifjúsági Kosárlabda Liga egyik nyitó tornája. Az 20-as korosztályban 9 csapat lép majd pályára az A-csoport mérkőzésein. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó kosárlabdát láthatnak, akik eljönnek hozzánk, és legfőképp nem ugyanolyan kosárlabdát, mint amihez hozzászoktak. Ez egy teljesen más torna, mint ami
Nyíregyházán eddig megfordult, hiszen külföldi csapatok jönnek általában, a Szolnokot kivéve ők ugye a magyar bajnokságban is szerepelnek, de a lényege az, hogy teljesen más stílusú csapatokat fognak látni, és nagyon jó az, hogy a mi fiataljaink találkozhatnak olyan kosárlabda kultúrákkal, amik igazából távol vannak tőlünk. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen fontos az, hogy a nyíregyházi fiatalok, vagy a nyíregyházán kosárlabdázó fiatalok is megismerkedjenek a nemzetközi szinten, a nemzetközi színvonallal, tudnak egy kicsit tapasztalatot szerezni, és esetlegesen azt is látják, hogy mi az, amit mi pótolniuk kell. Ettől függetlenül gondolom minden csapat, minden játékos mindenezű győzni szeretne, mi az elvárás most ezen a tornán a hazaiakkal szemben. Persze mi is győzni szeretnénk, de leginkább felkészülésnek szeretnénk használni ezt a mérkőzést, hiszen az U20-as csapatunk fog játszani, ami ugye a Nyíregyházi Sportcentrum U18-as, illetve a felnőtt a Hübner Nyíregyháza csapatánál edző játékosok, fiatal játékosokból áll. Ez ugye azt is jelenti, hogy ők nem nagyon edzenek együtt, és éppen ezért az összeszokottság az nincs meg megfelelőképpen, de mi azt szeretnénk, hogy a felkészülésünk minél jobb legyen, és igazából így a bajnokság kezdete előtt egy héttel, ez teljesen jó lehetőség a fiataljainknak ahhoz, hogy majd a bajnokságot a megfelelő ritmusban, a megfelelő keménységgel tudják elkezdeni. Utánpótlás kosártornát többet rendeztek már Nyíregyházán, nemzetközi tornát is, ilyen jellegű, viszont még nem egy 9 csapatos U20-as, egy nemzetközi sorozatba, EB-be tartozó rendezvény. Milyen előkészületek, logisztikát igényelt ennek a tornának a megszervezése, gondolok itt a szálláshelytől, étkezéstől, játékvezetőkig, azt a személyzetig, mindenre? Igaz, 9 csapat vesz részt a bajnokságban, illetve hát ezen a fordulón, ugye ebből 8 csapat nem helyi csapat, tehát nekik mindenképpen kellett szállás, illetve étkezés. Hál' Istennek a helyi szálláshelyek, éttermek, illetve buszos cégek nagyon partnerek voltak mindenben. Mai napon is érkezett egy módosítás, még egy telefonhívás, és rögtön módosult minden. Bármit meg tudtunk oldani, hál' Istennek tényleg partner volt benne mindenki, hogy ezt a 135 főt rugalmasan el tudjuk helyezni. Ugye minden csapat előre leadta, hogy milyen strukturális megoldással szeretné a szobakiosztásokat igénybe venni. Ezt is sikerült megoldanunk, azért is, mert ugye a szálláshelyek partnerek voltak benne. A mérkőzések levezénylésében két játékvezető fog segíteni ugye nekünk a mérkőzés tisztán tartásában. Ők helyi játékvezetők lesznek, tehát nyíregyháziak, debreceniek, illetve miskolciak, tehát nem hoznak a csapatok magukkal külföldi játékvezetőt. Asztal személyzet meg a helyi asztal személyzet lesz, a mi srácaink lesznek. Több mint 7 milliárd forintból atlétikai centrum épül Nyíregyházán. 7 sportágnak ad majd otthon, a 12 ezer nézetméteres létesítmény, amelynek a lapkövét a múlt héten rakták le. A régi lerobbant tenyvesszépálya helyett egy modern sportkomplexum épül, amely egyedülálló nem csak az országos tekintetben, közép-európai szinten is. Ezt azt tette lehetővé, hogy a Magyar Atlétikai Szövetséggel és a sportkormányzattal folyamatos egyeztetések történtek már a tervezés időszakában, és ez azt jelenti, hogy ide nemzetközi versenyeket, versenyprogramokat hozhatunk majd, de edzőtáborozás is lehet, mert hogy a programnak a része egy 48 férős sportszálló megépítése is. Itt több atlétikai sportágot fog kiszolgálni. Én azt gondolom a legmodernebb szinten, a legszínvonalasabb módon, és emellett azért a versenysport mellett az utánpótlás nevelésnek is egy fontos infrastruktúrája lesz, valamint a szabadidősportra is gondoltunk, mert lesz egy mindenki által használható rész is, például egy 500 méteres rekordtán futópálya épül, meg sokan jártak régen is ide futni, ezt a lehetőséget biztosítani akarjuk, és én azt gondolom, hogy ez a Nyíregyháza sport életében hosszú távon meghatározó infrastruktúra lesz, ami mindig elmondom, az infrastruktúra lehetőségeket ad, és én nagyon-nagyon örülök, hogy az elmúlt években a nyíregyházak bebizonyították, hogy ezekkel a lehetőségekkel maximálisan akarnak és tudnak is élni. Egy sportlétesítmény építése mindig öröm, mekkora távlatokat nyithat meg ez az atlétikai centrum a nyíregyházi sport előtt, hiszen egy hatalmas beruházásról van szó.
Nagyon régóta vártunk már erre a létesítményre, hiszen az atlétika mindig is nagyon sikeres volt Nyíregyházán, és hogyha a sport, ugye sportszerető városunk van, nagyon fontos, hogy nem csak az élsportnak és az utánpótlásnak fogadni helyszínt, és nem csak az atlétikának, hanem több sportágnak, hanem tényleg a lakosságot is szeretettel fogja kiszolgálni, hiszen rekordtán fog létesülni az épület köré, és a helyi lakosság tudja majd használni. Nagyon fontos, hogy ugye az élsport és az utánpótlás mellett megfelelő kiszolgálása legyen a lakosságnak, és ehhez olyan létesítményeket tudjunk építeni, amely tényleg 21. századnak megfelelő. Ezt a létesítményt egyébként a terveket látva nem csak a hazai sporták képviselői fogják használni, hanem bizony ide fognak érkezni a nemzetközi vonalról is a legjobb atlétika és sportolónk, és a klubok és a tímek edzőtáborozásra, felkészülésre, valamint nemzetközi eseményekre, mert biztosak lehetünk benne, hogy ez egy nem csak Magyarországon lesz egyedi, hanem egész Európában. Egy olyan létesítmény, ami kizárólag atlétikai sportra és olyan céllal épül meg, nagyon-nagyon ritka. Természetesen ki fogjuk szolgálni az érkező sportágakat is, és helyszínt tudunk adni tollaslabdának, cselgásnak, vívásnak, de ezen kívül fő fókusza ugye a sportágnak valamennyi, az atlétika sportágnak valamennyi szakágát kiszolgálni. Úgyhogy erre már nagyon régóta vártunk, nagyon sokan vártunk. Ugye az elmúlt eredményeket, hogyha nézzük Nyíregyházának, akkor olimpikonokat és nemzetközi hírnevű sportolókat tudtunk adni. Most is vannak nagyon tehetséges sportolóink, akik már ugye a lépnyomukat, hogyha látva, akkor tényleg olyan szintre fognak emelkedni, amelyeket az elődök hozták. És az a legfontosabb, hogy vonzzuk be a tehetséges sportolókat, minél többen, hogyha mindenki sportol, akkor ugye a szakemberek ki tudják válogatni a legjobb sportolókat, és tudják tovább kísérni az élsportuk során őket. A 6 évesektől az U19-el bezárólag valamennyi korosztályban képzik a fiatal labdarúgókat a Várda Labdarúgó Akadémián. Az U14-es és az U15-ös csapat a legmagasabb osztályban szerepel. 2016-ban kerültem Kisvárdára, akkor még akadémiai képzésről nem beszélhetünk, sőt, hát igazából elég kezdetleges viszonyokkal találkoztam. Az eltelt 3 évben viszont sikerült az itt dolgozókkal közösen egy olyan szervezeti, szakmai egységet létrehozni, ami alapján már nyugodtan nézhetünk a jövőbe, hiszen az utánpótlás nevelésednek a lényege a jövő. És azt gondolom, hogy azok a folyamatok, amik beindultak és a mai napig tartanak, nyugodtan jelentheti azt, hogy egy olyan fejlődési pályán vagyunk, ami miatt, ahogy az arrébb mondtam, nagyon nyugodtan lehetünk optimisták. Hány korosztályban, hány gyerek játszik, szerepel az akadémián, hány edzővel, milyen képzésben részesülnek? A klasszikus akadémiai modellel rendelkezünk, tehát az U6-tól az U19-ig minden létező korosztály van és versenyez. Nyilván a kis korosztályok tornarendszerben, U12-től már bajnoki rendszerben, első osztályban szerepelnek a csapataink, úgyhogy ebbe igazából nincs különbség a mostani és a Nyíregyházi akadémiai emlékek között. A csapatlétszámok ugyanúgy, mint annó voltak, itt is már megfelelő számú és megfelelő minőségű játékosokkal rendelkezik az akadémia. Ez alapvetően köszönhető annak a feladatnak, amit a magyar kormánytól kaptunk a kárpátaljai játékosok beintegrálása, képzése. Ezzel egy elég nagy kiválasztási területhez jutottunk, amivel úgy gondolom, hogy jól is élünk, hiszen a most versenyző korosztályaink jelentős része, ha nem is döntő, de jelentős része kárpátaljai, ukrajnai állampolgár, illetve Szlovákiából is van játékosunk, nem egy, nem kettő, elég sok. Említve a kárpátaljai futballistákat, fiatal srácokat, tapasztalható-e valamilyen különbség a magyar hasonlókorú gyerekekkel? Mindenképpen. Ezt tudtuk, hiszen előtte azért feltérképeztük a munkács és munkácskörnyéki csapatokat, ahonnan igazából
a játékosok érkeznek, bár azóta már bekapcsolódott Ungvár is ebbe a rendszerbe, úgyhogy tudtuk, láttuk a bajnokiaikat, megkezdtük ott a szelektálásukat, rendszeresen játszottunk edzőmeccseket itt is, kint is. Látható volt, hogy egy másik futballkultúra, egy másfajta felkészültség, a gyerekek autodidakta képzettsége létező, nem úgy, mint sajnos Magyarországon, ahol már a gyerekek nem igazából töltik a szabadidejüket a futballal. Ha az ember kimegy Nyíregyházán, nyíregyházi lakos vagyok, kimegyek egy hétvégén bármelyik szabad játszótérre, vagy szabad pályára, egy lelket nem lát az ember. Viszont a Kárpátalján végig autózunk, azért úgy a falu elején, mint a falu végén, mai napig is le van téve a két akáckarú, és futballoznak, ameddig csak látnak a gyerekek. Ez meglátszik rajtuk, mentálisan egészen mások, és hát megpróbáljuk a magyar gyerekeket felzárkóztatni. Az eredményesen szereplő csapataink, itt gondolok az U14-es, U15-ös csapatoknál, az elképzelésünk, ez a víziunk már úgy tűnik, hogy bejött, hiszen volt, aki feladta a magyarok közül, mert ezt a mentális szintet nem tudok produkálni. Az első kereten kívüli helyzetet úgy reagálták le, hogy abbahagyták a futballt. Nyilván akik megmaradtak, azok viszont megerősödtek. Ahogy a mondás mondja, ami nem öl meg, az megerősít. Akik itt maradtak, azok már most viszont megfelelő játékerőt képviselnek, és azonos partnerei már az ukrán gyerekeknek. Mit lehet tenni azért, hogy kell egyáltalán tenni valamit azért, hogy a legtehetségesebbeket ne vigyék el más klubok? Tettünk már érte, hiszen az U15-től lefelé első osztályú csapataink vannak, és hát a futballért érdeklődő emberek láthatják is, hogy az első három meccset, mindes hármat sikerült megnyerni újoncként az első osztályban, az U15-nek, az U14-nek. Két jogi helyzet van. Az egyik jogi helyzet, ugye ezek a játékosok, a kárpátaljai játékosok az 50 kilométeres szabály alapján igazolnak hozzánk, ami azt jelenti, hogy innen nem igazolhatnak el. Tehát ez a része kilőve. Egyébként a megtartás itt sokkal esélyesebb, mint Nyíregyházan volt. Már csak azért is, mert egyrészt első osztályú felnőtt csapatunk van, másrészt kiváló és egyre fejlődő infrastruktúra, harmadrészt nagyon erős szakmai stáb, hiszen csak akik közvetlenül a gyerekekkel foglalkoznak, az 5 prólicenszes edző van jelen pillanatban, akik az akadémistákkal kapcsolatosan bármilyen munkát végeznek, és emellett is a nagyon sok A-licenszes, B-licenszes, és mindenki lépett már előre a létrán. Nem azt mondom, hogy provokálni kellett, de majdnem mindenki elindult. Egy szinten feljebb, folyamatosan belső továbbképzéseket tartunk. Azt gondolom, hogy van egy víziunk, amit el szeretnénk érni, és hát nagyon jó irányba haladunk, hogy ezt elérjük. A hétvégén kezdődik a szezon a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia junior csapata számára. Lekli József együttese az országos főtáblára jutásért Budapesten lép pályára. Augusztus elején kezdődött a munka, mint az összes akadémiai csapatunknak. Ez ugye a 2002-2003-as korosztály játszik most az U18-as bajnokságba. Ugye a tavalyi csapatból 3 ember maradt. A többiek ugye mind fiatalok, 2003-asok, illetve van egy 2004-es játékosunk is, Kelemen Benjaminnak a személyében. Augusztusban kezdtük el a munkát, lényegében teljes kerettel nem hiányzott senki. Az előző évjárat ugye elkényeztette a szurkolókat, hiszen 2 éven belül bajnoki címet nyertek, bajnoki bronzot szereztek a junior korosztályban, sokan közülük a felnőtt csapatban, meg az U20-ban játszanak. Mire lehet képes ez a mostani társaság? A mostani társaságtól ugye az elvárás az erős lenne, hogy bajnokságot nyerjenek. Az egy nagyon kiemelkedő és jó generáció volt, aki ezeket az eredményeket elérte. Én úgy gondolom, hogy ebbe a társaságban, még ha idén nem is, de nagyon szeretnénk ugye már most bekerülni a legjobbak közé a kiemelt bajnokságba. Ez lenne a célunk, és a következő évre pedig már szeretnénk azért vagy egy B, vagy egy 8-as döntőt játszani.
mennyit tudtok készülni, ugye ebben a korosztályban fontos, hogy minél többet edzenek, minél több meccset játszanak a gyerekek, viszont ez az a kor, amikor már érettségi közelbe kerülnek a tanulásra is, akiknek komoly szándékaik vannak azon a területen, sok időt kell fordítani. Ezzel nálunk nincsen probléma, mert megoldjuk azt, hogy tudjanak a gyerekek edzésre járni. Ugye heti 5 csapatedzésük van, ebbe bele van csempészve 2 kondicionáló edzés, és mióta én visszajöttem Nyíregyházára, én elkezdtem újra a fiataloknak az egyéni edzéseket tartani. Ugye ez sajnos az eddigiekben nem volt jellemző, de a mai kosárlabdában most már nagyon fontosnak számít az, hogy legyenek egyéni edzések, mert a hibákat ott lehet a legjobban javítani. És ebbe is nagyon jó, mert segítséget kapok itt a Continental Arénában, ami nagyon jó, mert ugye a város közepén van, és vannak szabad órák, amikor meg tudjuk tartani nekik az egyéni edzést. Ilyen kis csoportos egyéni edzéseket szoktak kapni a fiúk, nem csak az U18-asok, hanem az U16, U14-es gyerekek is. Mit tudtok a hétvégi ellenfelekről, valamire fel tudtok egyáltalán belőlük készülni? Nem, egyáltalán nem, mert ugye ez teljesen kicserélődött egy-két csapat, illetve tavaly nagyon sokan a regionálisban játszottak, mint mi is, és onnan felvételeket ebbe a korosztályba nem nagyon lehet látni és használni. Úgyhogy meg ebbe a korosztályba nem is nagyon kell szerintem az ellenfélből készülni. Itt a saját magunk játékát kell jól játszani, és mindent beleadni a mérkőzésen, és a lehető legjobb eredményt elérni. 40-50 közötti érmet vár a mostani tanévben a Diákolimpia országos döntőiről a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke. Jövőre ismét rendezek országos döntőt Nyíregyházán. Most már elindult, sőt javában zajlik a versenyzés a Diákolimpián is, illetve a megyei diáksportolók is most már felvették nem csak a tankönyveket, hanem valóban a sportfelszerelést is, és javában versenyeznek. Például már duatlonban vagy atlétikában a versenyek azok már zajlanak. És hát, hogy mi az elvárás? Hát az elvárás az egyértelműen az mindig, hogy nagyon sokan vegyenek részt a diákolimpiai mozgalomban itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és lehetőleg minél többen, mint vagy egy kicsivel mindig többen, mint az előző években. Bízunk benne, hogy most is népszerűek lesznek majd ezek a versenyek, hiszen nagyon sok sportágban jelen van a diákolimpia, úgyhogy nagyon reméljük azt, hogy sok gyereket sikerül majd azok közül is megfertőzni, akik eddig még nem kóstoltak bele. És erre nagyon jó példákat adnak azok a versenyzők, akik szállítják ugye az érmeket évről évre. Minden évben valóban ilyen 50 érem körül tudunk elhozni. Most is ez a célunk, és hát nagyon örülnénk neki, hogyha sikerülne csúcsot is dönteni, de természetesen nem ez a legfontosabb elvárás, hanem valóban az, hogy minél többen és minél gyakrabban vegyenek részt a különböző sportversenyeken, és hogyha ez diákolimpia, annak mi pedig természetesen nagyon örülünk. Megyei döntők, országos elődöntők és hát országos döntő is várnánk majd az előttünk álló évben, úgyhogy bízunk abban, hogy sikerül majd ezeket valóban színvonalasan megrendezni, és hát emellett pedig még egyszer mondom, hogy bízunk abban, hogy eredményesek is tudunk majd lenni. Megvannak azok a pillérek, mint az intézményeket, mint a sportágokat tekintve, akik évek óta szállítják az eredményeket, most is rájuk lehet elsősorban támaszkodni? Igen, igen, hál' Istennek valóban. Vannak olyan iskolák, vannak olyan versenyzők, akik nagyon stabilan és nagyon magas színvonalon tudják hozni az eredményeket évről évre, és hát vannak olyan sportágak is, amelyekben kiemelkedőt teljesít Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Itt ugye az úszásról is beszélhetünk, ahol országos bajnokaink vannak, nagyon sok országos bajnokunk van, hál' Istennek, és ráadásul olyan eredményekkel, amelyek sokkal többre hivatottá teszik őket majd a későbbiekben, vagy például, hogyha a csapasportákról beszélünk, akkor akár a röplabdát például kiemelhetjük, ahol évről évre országos bajnoki címeket hozunk haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, és hát ezáltal pedig lehetőség nyílik arra is, hogy nemzetközi szintéren is megmérettessék magukat ezek az iskolák, és hát azért ott se vallunk szégyent, hál' Istennek, bízunk benne, hogy ezt a hagyományt tudjuk folytatni majd az elkövetkezendő, vagy az előttünk álló tanévben is, és sok-sok örömet találunk majd még ezekben a sportágakban és sportolókban. Nem közvetlenül a Diáksport Szövetséghez, vagy a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesülethez kapcsolódik, de az infrastruktúrális fejlesztésnek köszönhetően ugye csarnokok, uszodák, pályák épülnek, ez nyitja meg új távlatokat a diáksportolók előtt is. Természetesen ez mind-mind ahhoz járul hozzá, hogy
minél több lehetőséget kapjanak, és minél színvonalasabb lehetőséget kapjanak, akár a diák sportolók is. És hát nyugodtan mondhatjuk, hogy itt Nyíregyházán ugye most éppen az atlétikai centrumnak az alapkövelet lett éve, de emellett nagyon sok más beruházás megvalósul, amely segítette akár iskolai szinten, akár pedig csapatsport szinten a diák sportolóknak a lehetőségeit is, de Nyíregyházán kívüli településeken is sorra kerülnek átadásra különböző sportlétesítmények, és hát ezek nagyon komoly segítséget nyújtanak a diák olimpiai mozgalomban is. Együttműködési megállapodás kötött a Bozsik Akadémia és a Filó Ese. A jövőben így egységes szakmai irányvonal mentén képzik a fiatal futballistákat. Pár évvel ezelőtt mi szélesítettük az alapokat, nagyon sok gyerekkel kezdtünk el foglalkozni a Bozsik Akadémián belül, viszont nem tudtuk azt a fajta minőséget biztosítani, mely a játékpercek tekintetében, a versenyeztetés, esetleg még a képzésnél is szükségeltetik, és hát miért ne lehetne együtt dolgozni, hiszen nekünk mások a céljaink, nekünk versenysportolókat kell nevelnünk, és kiemelt tehetségekkel foglalkozni, így van létszámkorlátunk is, viszont a Filónak nincs. Ők egy olyan versenyeztetési rendszerbe tudnak dolgozni, ahol a harmadosztályban, tehát a serdülő és ifi szinten nagyon szépen tudnak versenyeztetni, egy családias légkört ki tudnak alakítani, sikerélményhez juttatják a gyerekeket, tehát ez mindenféleképpen összecseng a kettő együtt, és ott is van 300 gyerek, itt is közel 300 gyerek, ez egy nagyon széles nyíregyházi futballalapot jelenthet, és ha összefogunk, akkor közösen többre megyünk, így mindenki tudja, hogy kinek mi a célja, és egyáltalán nem az a cél, hogy lerabolni a Filót, hanem azt az egy-két tehetséges fiút, aki korosztályba fölbukkan, és úgy ítéljük meg, hogy esetleg ide át tudna jönni, akkor azt szeretnénk, ha itt folytatná tovább. Innen pedig azokat, akik úgy látjuk, hogy most pillanatnyilag egy picit megrekedt a fejlődésük, vagy még nem tartanak ott, akkor játék lehetőséget biztosítani, átirányítani oda, és így gyakorlatilag egy oda-vissza mozgatással nagyon szépen meg lehet oldani azt, hogy mindenki pályán legyen, mindenki játszon, és ne hagyja abba senki a futballt, és egy idő után itt a nyugodtan vissza lehet térni. Tehát erre volt is példa, meg lesz is még példa. Tehát mi egy nagyon komoly együttműködést szeretnénk, és ez egy üzenet mindenki fele, hogy együtt azért jobban megy. Ez azt jelenti, ezek szerint, hogy közös szakmai irány van a alapján dolgoztok. Igen, ezt én magamra vállaltam, tehát mivel nagyon jól ismerem az ottani edző kollégákat, és a mi utánpótlás edzőink között is már van egy olyan irányvonal, ami azt mondom, hogy kezd egyre jobban teret nyerni, ezért én úgy érzem, hogy ebben az évben ezt ki tudjuk úgy alakítani, hogy a legfontosabb kulcspontokba egységesen gondolkodjunk, ugyanazok történjenek a kulcspontokba az edzéseken, amit mi is úgy gondolunk, hogy történnie kell, és ez már egyfajta egységes irányvonal lehet, és így ebből talán több olyan azonos képességű gyerek ki tud jönni, akit mi jobban tudunk használni. Most már hivatalosan dokumentálva is együttműködik a Bozsik Akadémia és a Filó Ese. Mi az, amit ti tudtok profitálni ebből az együttműködésből? Egy célért küzdünk, a nyíregyházi futballélet minél magasabb szintre emelkedjen. Ugye a piramis csúcsán maga az akadémia áll, mi pedig a grassroots, illetve a tömegsport részét vállaltuk magunkra, hogy minél több gyereket tudjunk bevonzani, illetve az oda-vissza áramlás az akadémia és az egyesületünk között működjön. Szakmai segítség, tehát szakmai továbbképzések lesznek, hogy azonos munka mentén tudjon folyni az utánpótlás nevelés Nyíregyházán, hogy akik bekerülnek a mi egyesületünkből az akadémiára, ők minél kevesebb lemaradással, illetve azonos szinten tudják folytatni a munkát. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!